Nagy cseszk, szeszként jelentek itt a következő videóval, és ma újra Detroit Become Human-ezni fogunk. Ez a, mi az videó is ugye, vagy hát ez a sorozat is ugye régen kezdődött már el, és nekem is azért vissza kellett néznem az első részt, hogy azért tisztában legyek, hogy is voltunk, meg mint is voltunk. Lényeg a lényeg, ugye Kara az megtudta, hogy őt verte otthon a Todd, meg mit tudom én, és most visszaváltottunk a jó kiállású fiatal Marcusra. Déka bionikus madár, láttátok? Ott volt a fején a kis cuccos, ezüst sakmattot ad három lépésben. Hallod, milyen sakkbajnokságokat lehet így nyerni? Kis androidot mondja a füledbe, vágod, mondja neked, hogy lépjél arra, mi az parasztal kettőt, királynővel átlóba hármat, azt így nyomják neki. Dég, magát annyi ki... Anyád! Hűje! Rendrakás. Hát ugye rendet rakok. Mire Carl fel kell, én rendbe rakom a házat. Hallod? Takarítónő egyben, meg mit tudom én, kaja csináló, séf, genyó. Mi kell még? Carl! Eltett 10 óra már! Most már ki kell rugdosni az ágyból! Uhú! Ja, hogy ez egy öreg ember! Jó, ez mindent megmagyaráz. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. De ma... Mi van? Mi van? Tippek? Jó, mondjuk azt tippeltem, hogy eltelt 10 óra, de 10 óra van? Hülye! Mondhattam volna bármelyik izét, számot 1-től 24-ig. Mondjuk elég valószínű, hogy nem éjfél van, na mindegy. Lényegtem. Anyád! Akkor tovább torkodba szúrom. What happened to your clothes? Olyat verekedtem az utcán, te. Hallod? Ilyet még nem láttál. Ilyet még nem láttál. 100% veszélyes volt. Most. Most mi lefürdetjük? Jó, látom, hogy tolószékes meg minden, de azért bro. Már nem rosszból, de androidoknak gondolom mindegyiknek ugyanannyi ereje van. Miért egy ilyen, nagy darab fiatalembert választott egy nő helyett? Mondjuk... Nem ítélünk el senkit, csak úgy kíváncsi vagyok, érted ilyenekre, hogy... Na... Carl, valami? Annyira nehéz őt irányítani, hogy ez borzalom. Hogy a retekbe kell téged irányítani? Nem tudsz driftelni jobban? Hogy a halálba működsz? Jó. Meg a jó anyád. Én nem tudok arra felülni és így lemenni veled? Hát milyen világban élünk? És már ide készítettük a kaját, látjátok milyen szorgos legény vagyok? Ezért megéri körülnézni. Most nem kell bemennem a konyhába. Én amúgy sakkozni akarok, megmondom őszintén. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy zongorázik a Marcus, de én sakkozni akarok. Dék! Hol? Mi a hal? Ja, hogy csak helyre pakolja, azt hittem, hogy így lenyomja. De nem úgy volt, hogy zabálsz. Nem tudtam választani! Tényleg olyankor mi van amúgy, amikor meghal a gazdájuk? Akkor elmennek a robotok, azt élik a életüket, vagy mi? Milyen izéje van, figyeld! Milyen gépezet? Húzd el a függönyt! Hát én úgy elhúzom, mint még soha senki. Dék az mit nyomott? Öreg nagyon nyomja. Várd meg Carl utasításait. Mehetek zongorázni? Várakozz az új utasításokra. És akkor nem mehetek zongorázni közbe. Ó, most el tudnék pakolni. Ó, te. Ezt mennyi időt csesztem én ezzel? Nyíj már, ki zongorázni akarok! Ezt se hittem volna, hogy bármikor ki fogom mondani életembe.
Konkrétan még általános iskolában voltam egy vagy két órát zongorázni, és hát meguntam és abba hagytam. Nem tetszik. amúgy jó lett. Nincs több mondani valója. Fú, ez nagyon depressziós ez az öreg ember, vágod. Minden harmadik másodperc megézé említi azt, hogy mindjárt megdöglik. Mennyi tehetség szorult beléd? Hát, egy robotról beszélünk, szóval lehetséges, hogy tud festeni. Kál festményének megfestése, szobor megfestése, vagy az asztal megfestése. Ezen asztalon sok szín van, szóval azt fogjuk megfesteni. Ó! Hallod, érzem a ecsetet. Érzem az ecsetet. Én vagyok az ecset. Na, másik irány. Nem vagyok ecset! Mi a halál van? Nem csinál semmit! Jó, valahogy beadta. Na, szóval én vagyok az ecset. Aha. Valami nem tudom, bágos vele. Így kell így. Ennyi volt. Háromszor áthúztam az ecsetet, azt megfestettem egy asztalt. Földhöz vágná. Ketté törné idegből. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now, egy barátnő. Öntudat. Aggodalom, kétség, fogoly, androidok. Kétségek. Nézzük a mesterművet. De ez önmaga. Csinált egy arcizét, egy portfólió genyót, vagy portfólió, vagy mi? Portré. Nem tudom, valami. Hogy hívják ezeket? Ön arcfestés? Vagy hogy hívják? Dick, ez a faterja, izé, öreg. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? Ki dobjon betörő? You don't look so good. Ezt a csávó oda néz, azt annyit látja, hogy lefestettük magunkat. Aha, drogozik a csávó, mint az állat. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. Mit számít? Hát az eléggé számít, hogyha a faterod pénzével drogozol. You know why. Yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Na de megkaptuk a választ egyébként, hogy miért egy ilyen nagy darab fiatal embert választott robotnak magának. You know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Na, piros lett a ledem. Enough. Ez lesz a jövőnek a izéje. Mondata, hogy ideges vagyok rá, azt fogod mondani, hát na, piros lesz a ledem. Sosem szeretett azért, mert nem adott a drogokra pénzt. Ez durva. Na, jön a izé, pénzérme dobálgatós gyerekünk. Nagyszerű. Te állandóan pénzdobálás után megigazítod a nyakkendődet? Myers Derek született, ez jó, azt leszarom, biztonsági őr. Az a lényeg, hogy nem Anderson hadnagy. Gray Christopher. Peterson Jimmy. Jó, mondjuk ez eléggé várható volt, hogy Jimmy. A báros. Mutassad az arcodat, te szemét. Hank Anderson, Anderson Hank. Nagyon jó. Ezek nekik azért még be tudom szkennelni az arcukat? Dempsey Edward. Ő is nézheti magát a tükörbe. Lőd be a hajadat. Csak okosba. Így. Kis izé szemöldök. Így kell nyomni. Ja, hogy ez már az ötödik bár, ahol vagyunk. Világos. Aha. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Szóval segítenem kell neki valami gyilkosság nyomozásba. Just be a good little robot and get the fuck out of here. Na. Ragaszkodás. Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where?
Önts ki az italt, hívd meg egy italra, várjatok. Hívd meg! You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Did you say homicide? Na látod! Azért... Így kell meggyőzni egy alkoholista embert. És vezet? Ő vezet? Na jó, lehet mégse kellett megitatnom őt. Diplomatikus leszek. Listen, I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait here, so you shut the fuck up and you wait here. Király. Ütköző utasításokat, prioritás kiválasztása. Anderson hadnagy követése, jó, kiválasztotta úgy ez a prioritását, mehet. Hülye minden nézünk át egyesével, let's go. Vizsgálat. Vörösség! Aceton, lítium, metírium mi volt az már? Házat kábítószereket használ, jó? Király. Vizsgálat. Elemzés. Nincs új lenyomat, Android volt? Jó, akkor Android ölte meg, vagy pedig valaki, akinek van kesztyűje. Persze nyalogassad. Alvat vér. Ezt nem tudtad volna úgy megfejteni, úgy amúgy. Itt is alvat vér, Ortiz Carlos. Eden Club, come visit us. Oké. Szekrény. Engedj el, csicska. Én vagyok itt a nyomozó. Na figyeljé! Megmutatjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Elsősorban ezt megvizsgáljuk. Ezen már van új lenyomat, Ortiz Carlosé, szóval akkor ezt ő döntötte fő. Dulakodás jelei. Hát ez... Alvat vér. Megvágta magát a fával? Azt lehet abba vérzett el? Van egy kés a földön. Olvas. Bocsánat, hölgyeim, de a műanyagot nem tudják felülmúlni. A férfiak 68%-a szívesebben szeretkezne androiddal, mint húsvérnővel. Ennek van második oldala? Néhányan magadták az indokat is, hogy miért gondolják így, de szerintük a valódi okszerű, az androidokkal nem kell utána érzésekről beszélni. Hát mondjuk az eléggé depresszív, vagy hogy mondjam, tehát... Mindegy. Kémked utánad az androidod... Hát figyelj, amikor elmész abba a bárba, akkor ott ne, az nem a te androidod végül is. Csak arra az egy estére, I guess. Hiányzik a kés. Hallott, Connor, te nagy felfedező vagy. Oda figyelj! A deviáns elvette egy kést. Hát de hogy nyomja vágod a baseballzütővel a csávó? Aha, és itt még menekült tőle az izé deviáns fiú. És érzelmi sokk. Azé. Ütötte a Ortiz itt a deviánst, az meg felkapta a kést, az megvágta. Jó érzés volt, azt utána tarkon szúrta. Az meghalt. RA9, R19, RA9, vagy az is akar lenni, csak elcseszve? Oké. Vallási áldozat. Van vallás a robotoknak? Hú, te. Vagy lehet a csávónak volt, jó? Figyelj, gondoljunk talán a értelmesebb gondolatokra, lehet a csávónak volt. Mondjuk erre a 9 az nagyon durva izé lenne, vallás, csak úgy szólok. Ja, meg még a csávót, azt meg kell vizsgálni. Vörösség. Eddig jutottál el? Jó, akkor ő a Carlos, ugye? Vörösség. Király. Elhunyt Ortiz Carlos. Jaja. 28 kész szúrás. Az igen. Nem szarozott. Úgy lenyomatok. Ortiz Carlos rekonstrukció. Elesett. A sörös üvegekbe. Ja nem a sörös üvegekbe esettem, mert már itt esett. Abba esettem, hogy hason szúrták. Ez logikusabb.
Aha, konyhából jöttek, király. Hát erre úgy egy kicsit hamarabb rájöttem, mint szerintem ezt a játék szánta. Na mindegy. Megszúrták 28-szor. Az egész a konyhában kezdődött. Durakodtak, de az a kérdés, pontosan mi történt? Verte baseball ütővel. Az áldozat megtámadta az androidot az ütővel. Most mi, most nem mondott tovább? Az android megszúrta az áldozatot. Az android megszúrta az áldozatot. So the android was trying to defend itself, right? Dég, hogy azért oda csapott neki. Az áldozat kimenekült. A nappaliba. Csak kört kell nyomnom? Mi a halálva? Ííí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 
Jaj, Jani. Tried to get away from the android. Alright, that makes sense. The android murdered the victim. Megölt az áldozat fiát, kör. Nem. A késsel. With the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. Nem tudjuk meg, hogy hová ment az android, király. Tiriumot vesztett. Tirium. You call it blue blood. Az a kék vér a Tirium. Az engem is meglőttek ott elején, nagy csicska volt. Jó, szóval szerintem elég egyértelmű, hogy hova ment, tekintve, hogy felettünk van egy csapóajtó és használt létrát. Padlásra vezetnek. Keres valamit a mászáshoz. Jó, nem itt van az, amivel mászni kell. Az Eden Club. Jó, egy szék. Mi, fel tudod magadat húzni? Milyen erő van a karodba? Felmászok. Figyeld. Kinyit. Let's go! Robot vagyok, nem tudok megdögleni. Padlást végig kutat. Jó, gondolom végigkutatása, a padlás végigkutatása, ugye? Keresd meg a deviánst. Ó, mennyi kékvér van itt, hülye! Jó, de ez látszott a izén függönyön keresztül, hogy ez egy bábú. Mit akar itt ijeszgetni engem a játék? Ez nem az Outlast? Ha megáll, hogyha megállok, akkor nem magától megy, akkor nem hiába nyomom az izét előrét. Ott volt! Támadjá! Ott van a Csicskusz Maximus! Let's go! Nem vérzett még el amúgy? Már nem rosszból. Menj neki! Oryx Dash! Bum! Na? Doboz mögött van, figyeld! Nem tudok szkennelni? Jaj, hogy már magától ment, jó. Önvédelemből tettem. Bum! Könyörgöm. Ne mondd el nekik. Yoshi! Jó. De nincs is választ, amúgy is elmondtam volna. Mondtam volna, Yoshi! Bilincset elő. Lesz-e spagetti a kaja? Vagy elfogadod, vagy kinyírlak. Ez a kettő opció van. Itt miközben fújtam az orromat, itt elkezdett panaszkodni, hogy androidok miatt vesztette a munkáját.
Szarügy. Először a kislánynak hülye vagy? Mi a halált csináljak? Csak fogjam itt az L1-et, azt üljek? Mi bajod van? Már megint kiakad a kislányra semmire, semmiből amúgy. Már gyerek készül amúgy, hogy fusson. Ha elengedem, meg mindig azért nem nézi. Magát ijeszti meg, mert a csávó vágod. Nagyon nullos, nagyon nullos. Jó, most elengedhetem. Anyádat üssed! Na jó van. Most azonnal folytsd meg. Let's go! Nem ütjük a gyereket, csicska. Ott maradsz. Abba meg nem mozdulj. Szétverlek. Ó, anyád. Ne mozdulj. De hogy nem? Ó, hogy rohadjél. Mi a retek történik? Jani! Karalének vándorlása! Védd meg Alice-t! Vitatkozz Todd-a, meg az anyát fog vele vitatkozni! Menjünk fel! Retekbe! Várjál, fegyvert kihozzuk a szobából gyorsan. Belép. Úgy. Hozzad azt a szutykos fegyvert. Megy át a kislányhoz. Lüld le. Sokat elratoztam, figyelj. Mutatom, hogy kell. Bedőlsz. Törd be először a barikádot, bedőlsz. Tűn! Anyádat öbbel ütöd! Leave her alone. What the fuck are you doing? Put down the gun and get the fuck. Ezzel kell lőni kontrolleren, ugye? Nyomom. Célozni kell? Lövök. Kara, így dőj be! Így kell nyomni. Javítás... Anyád! Bam! Csat! Mi van, Jani? Quick time event mester vagyok, nem tudtad? Bam! Csicska! Anyádat, eltűnik a bőr rólam! Bam! Chat! Na? Hagyjad békén! Chat! Úgy! Blokkold! Lelőttem! Nyertünk? Nyertem. Tudjátok, gyerekek, az erőszak nem a probléma megoldás, de ha látjátok, hogy valami gyökér üti a lányát, akkor lőjétek le. Na, bocsánat. Hívjátok ki a rendőrséget, vagy nem tudom, valamit csináljatok. I guess. Ó, mindent nekem kell csinálnom? Tudjál már magadtól kinyitni egy ajtót. Miért szálltok fel a buszra? Véres a pólód! Egy android és egy kislány. És az androidnak véres a ruhája. Vajon mit fognak feltételezni? Na, nincs nyúkapiszka? Nincs nyúkapiszka. Jó, muszáj vagyok. Mert hasonlítanak egyébként. Rendesen olyan, mintha ő lenne az anyja. Robottal nem tudsz gyereket csinálni, ugye? I guess.
Viaros éjszaka. Mennyi út van még? Hát én a legegyszerűbbet választottam azzal, hogy kivettem a fegyvert. Szerintem lehet, hogy nincs nálam a fegyver, akkor nem ölöm meg, hanem csak egy ilyen rohadt nagy chase szín van, meg mit tudom én. Hát én lelőttem a halálba. Tényleg nem néztem a globális statisztikákat egyébként előzőknél, elfelejtettem. 41% lelőtte Todot. Hát akkor nem én, nem csak én vagyok ezzel így. Na várj, 45% felvette a fegyver, de 41% lőtte le csak Todot, azt hogy csinálták? Elcseszték a quick time-ot, azt meghaltak, vagy mi? Köszönöm, hogy megnéztétek, tetszett, akkor like-om, akkor is like, ne felejtsd el feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!